A kabzsi teljes ember. Egyszer egy kis faluban élt Henry és a felesége, Gloria. Henry teljes ember volt. A férjnek és a feleségnek volt egy tehénistálója. A házaspár együtt gondozta a teheneket. Finom szénával etették őket, és jól bántak velük. Ennek köszönhetően Henry tehenei kiváló tejet termeltek. A faluban mindenki csak tőle vett tejet. Henry és Gloria jól kerestek, és jó életük volt. Henry mégsem volt boldog. Mindig arról álmodott, hogy nagy házat és drága ruhákat vásárol. Láttam egy nagy házat a falu szélén. Vegyük meg! Lehetne nagyon drága autónk, és sok cselét szolgálna nekünk. Drága ruhákat hordunk majd, és ezek a szegény falusiak féltékenyek lesznek ránk. Ez a kapzsiság nem vezet jóra. Eleget keresünk, és örülnünk kellene annak, amink van. Hogy lehetsz boldog ezzel a kis házzal? És ez a tehénistálló, nem bírom ezt a tehén szagot. De hiszen ebből élünk. Már nem sokáig. Jegyezd meg, amit mondok. Egy nap én leszek ebben a faluban a leggazdagabb ember. Minden nap, mikor Henry elindult eladni a tejet, a falusiak megdicsérték. Henry, ez a tej olyan jó és egészséges. Biztosan nagyon jól bánsz a teheneiddel. Igen, így van. De már nem sokáig. Ha egyszer gazdag leszek, eladom a teheneket. Nem szeretem a szagokat a házban. De hiszen a tehenekből élsz. Ne panaszkodj a munkád miatt. Abból tartod fent magad. Én tojást tárolok. Az is szagos, de engem egyáltalán nem zavar. Ez a munkám. Jól van, jól van. Akkor talán te arra születtél, hogy tojást árulj, de én nagyobb dolgokra vagyok hivatott. Drága holmikra és drága ruhákra. Ez a kapzsiság nem vezet jóra, barátom. Minél hamarabb megérted, annál jobb. Brá! Eleget vesztegettem az időmet. Minden jót a szagos, tojásos üzletedhez. Viszlát! Henry gyorsan pénzt akart keresni. Meg akarta találni, hogyan lehetne gazdag. Ennyi? Ez nagyon kevés. Hogyan adjak el több tejet? Kell, hogy mód legyen rá. A teheneim egészségesek, nem tudok belőlük több tejet kipréselni. És ez egy kis falu. Még ha több tejet is szerzek, kinek adom el? Várjunk, elmehetek a szomszéd faluba. Ott sok család van. De akkor még egy tehenet kell vennem, és most pont arra nincs elég pénzem. Na, tennem kell valamit. Nagyobb házat akarok. Lássuk csak. Nincs elég pénzem, hogy vegyek még egy tehenet, de meg kell növelnem a tej mennyiségét. Mit tegyek? Ahogy sétált, egy folyóra akadt. Elborította a kapzsiság, és végül támadt egy ötlete. Mi lenne, ha egy kis vízzel keverném a tejet? Így nem kell még egy tehenet vennem, ugyanakkor el tudom adni a tejet a szomszédos faluban. Micsoda zseniális ötlet! Senki sem veszi észre, ha teszek hozzá egy kis vizet. És Henry pontosan ezt tette. Másnap reggel elkezdte feltölteni az üvegeket tejjel, de ezúttal csak félig töltötte őket, és elindult. Megállt a folyónál, és tett hozzá egy kis vizet. Aznap, mint mindig, a falusiak boldogan vették a tejet Henrytől, és ugyanannyit fizettek. A hozzáadott víznek köszönhetően több tej maradt, amit eladott a szomszéd faluban. Aznap este Henry nagyon boldog volt. Nagyszerű! Ha így folytatom, hamarosan gazdag leszek! Igaza volt. Teltek a napok, és Henry gazdagabb volt, mint valaha. Vett magának egy autót, és felújította a házát. Annyira hozzászokott, hogy vizet ad a tejhez, hogy már esze ágában sem volt másik tehenet venni. Ahogy nőtt a kereslet a tej iránt, úgy nőtt benne a víz mennyisége. Ez így ment hetekig, de aztán a falusiaknak kezdett feltűnni a dolog. Sustorogtak a faluban a vizezett tejről. A falusiak tudni akarták az igazat, ezért néhányan összegyűltek Henry háza előtt. Mi a baj? Henry, panaszunk van a tejjel kapcsolatban, amit árulsz. Vízíze van! Mi? Hogy merészelitek? Tejért fizetünk, Henry, nem vízért. Nem csapsz be többé bennünket. Semmi sem változott. Ti nem tudjátok értékelni a jó minőséget. Keményen dolgozom. Vásároljatok valaki mástól, ha nem tetszik. Nincs rátok szükségem. Van még sok más falu, ahol szeretik a tejet, amit árulok. Henry beviharzott a házba, és bevágta az ajtót. A falusiakat megdöbbentette Henry udvariatlan viselkedése. Valami nem stimmel. Egyetértek, derítsük ki! Kitervelték, hogy tudják meg az igazságot. Másnap reggel Henry szokás szerint a folyó felé sétált. Kinyitotta a félig telt tartályokat, és vízzel töltötte meg őket, de nem tudta, hogy figyelik. Hogy meri? Ez nem tisztességes. Szóval így gazdagszik meg. Ugyanannyi tehene van, mint régen. Mégis egyre több családnak ad el tejet. A falusiak mindent megtudtak, és úgy döntöttek, megleckéztetik a kabzsi teljes embert. Másnap Glória elment a piacra, hogy lencsét vegyen. Aznap este, mikor Henry hazatért a munkából, mindketten leültek vacsorázni. Mi ez? Köveket főztél? Köveket? De hát ez lencse! Ez aztán nem az! Ezt nem hiszem el! Az árus kavicsot adott el a lencsével együtt! Hogy meri? Holnap meglátogatom! Aznap este Henry és Glória üres hassal tértek nyugovóra. Henry másnap reggel dühösen elment az árushoz. Mit adtál el nekünk? Nem kavicsokért fizettünk, hanem lencséért! Vásároljatok valaki mástól, ha nem tetszik. Nincs szükségem rátok. Henry mérgesen hazament. Kis idő elteltével elment, hogy vegyen egy tucat tojást. Mikor hazament és megpróbálta feltörni őket, észrevette, hogy a 12 tojásból 10 kő volt. Nagyon dühös lett. Mit adtál el nekem? Tojásért fizettem, nem kövekért! Ahogy én is tejért fizettem, és nem vízért! Menj, vásárolj valaki mástól, hogyha nem tetszik! Nincs szükségem rád! Henry dühösen távozott. Másnap egy sejeminget vett. A hazafelé tartó úton elkezdett esni, és a víz kimosta az ing színét. Mikor hazaért, rájött, hogy az ing nem selyemből, hanem jutából van. Ez így ment néhány napig. Valahányszor Henry elment venni valamit, valami mást kapott helyette. Már nagyon unom! Miért nem képesek azt adni, amit kérünk? Becsapnak minket! Ez nem tisztességes! Henry úgy el volt foglalva magával és a kabzsiságával, hogy nem vette észre, ő ugyanezt tette a többiekkel. Idővel a szomszédos falvak is panaszkodni kezdtek. Lassan már senki sem vett tejet Henrytől. Mivel nem volt pénze, Henrynek el kellett adnia a holmikat, amiket a rossz minőségű tej árából vett. Henry most már szegény tejes ember volt, csak néhány tehene maradt, és csak néhány ház, ahol eladhatta a tejet. Látod már, mit tettél? A kapzsiságod az oka, hogy szegények vagyunk. Ha mindig jó minőségű tejet adtál volna el, mint régen, idővel vehettünk volna nagyobb házat és drága ruhákat. Csak türelmesnek kellett volna lenned, és továbbra is keményen dolgoznod. Egyetértek, Gloria. Hallgatnom kellett volna rád. Nem csak a pénzt vesztettem el, de az emberek tiszteletét és bizalmát is. Jaj. Henry továbbra is tejet árult, és gondozta a teheneket. Már tudta, milyen veszélyes lehet a kapzsiság. Tanult a leckéből. Attól a naptól fogva nem vizezte a tejet, és örült annak, amit megkeresett.